Megkezdődött a bátaszéki templom veszélyessé vált torony sisakjának bontása. A 36 méter magas, 18 tonnás épületrészt 6 méteres darabokra vágják, a munkát egy 97 méter magas mobildarú segítségével végzik el. Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly novemberben a bátaszéki templom tornyát életveszélyessé nyilvánították. A torony sisak bontását a tervek szerint márciusban kezdték volna, ám a téli időjárás miatt kénytelenek voltak elhalasztani a munkát. Többek között ez is elhangzott hétfő reggel a bátaszéki városházán tartott sajtótájékoztatón. Az engedélyeztetési folyamatokban valamennyi illetékes szerv közreműködő volt, nagyobb gondot okozott viszont az anyagi feltételek előteremtése. Még jelen pillanatban nem lehet tudni, hogy mennyibe kerül az újjáépítés. Egyet tudunk, hogy 55 millió forint az, amiben eddig került a bontás és a tervezés. Ebben már sajnos benne van az az összeg is, amit a bátaszékiek gyűjtöttek össze. A 83 méter magasban lévő toronysisak bontását egy majd 100 méter magas mobil darúval kezdték el, de ezelőtt a bontást végző szakembereknek még a biztonságos munkakörülmények megteremtése is kihívást jelentett. Ahogy a vezetőmérnök fogalmazott, bizarr körülmények fogadták őket a toronyban és a födémnél, de a munkaterületre való feljutás sem volt könnyű, azonban sikerült megoldani a problémát. Elkészült jogszerűen bonthatunk, fölvonult Ócsai Sándor és csapata, akik a bontást végre fogják hajtani a 300 tonnás darúval együtt. A vezető mérnök elmondása szerint a 36 méteres troncsisakot 6 méteres darabokban távolítják el. Terveik szerint a bontással csütörtök estére végeznek, majd egy védőtetőt alakítanak ki. Ezután szombaton már szentmisét is tarthatnak a 20. század elején épült bátaszéki templomban, amelynek gömbjében nem hagytak üzenetet az utókor számára.